Még februárban a koronavírus járvány elharapózása előtt hirdetett rajzpályázatot a Csengei Dénes Kulturális Központ óvodások és általános iskolások számára. A rajzpályázat beadási határideje éppen március 16-a volt, amikor a diákok átmentek a digitális oktatásba. Ennek ellenére 125 alkotás érkezett a felhívásra, de a zsűriztetést, a kiállítást, az eredményhirdetést nem tudtuk megtartani, csak úgy, mint a mozi sem indult el tavasszal, ahogy terveztük. Viszont az ősszel vártuk, hogy be tudjuk ezt pótolni, de úgy látszik, hogy ez nem fog sikerülni. A pedagógusok jelezték a pályázat kiíróinak, hogy a diákok nagyon várják az eredményhirdetést, így összeült a szakmai zsűri. Zirci Judit pedagógus, Péger József festőművész, illetve Stadler Krisztina, a Paksi Képtár Múzeum pedagógus. A felhívásban is az állt, hogy pattogjon a fantáziát, de bármit lerajzolhattak a gyerekek, amikre gondoltak a mozival kapcsolatosan. A zsűri nem csak a technikát nézte, ugye festékkel, akár félszollal, zsírkrétával, színeszteruzával is lehetett alkotni, hanem hogy mennyire lehet következtetni a rajzokból arra, hogy a gyerekek moziba jártak. Tehát valaki egy mozitermet rajzolt le, de valaki egy mozi jelenetet, és ezt mind elfogadtuk. Nehéz dolguk volt, nagyon ügyesek a mai gyerekek. Nem csak Paksról, hanem Berettyóújfaluból, Bekecsről, Budapestről, Madocsáról és Mözsről is érkeztek pályázatok. A 17 díjazott nevét a Kulturális Központ közösségi oldalán olvashatják, és az iskolákat is értesítették a pályázat kiírói. Azt találtuk ki, hogy ha már nem tudják megnézni a rajzokat, akkor állítsuk ki valamilyen formában, és az intézményünknek csak a mozgáskorlátozott ajtója van nyitva, és oda kitettük egyelőre csak a díjazott alkotásokat, tehát a szülők, a családtagok, a gyerekek meg tudják nézni a rajzaikat. A nyereményük 4 darab mozi jegy, amit majd a mozi indulásakor tudunk átadni. Várhatóan a későbbiekben az összes pályázó alkotását megtekintheti majd a közönség.